Kedves nézők, a híres amerikai magyar fotóművész Eklára stúdiójában vagyunk. Egy rendkívül fontos és rendkívül szórakoztató kulturális esten, és az est vezetőivel beszélgetünk, Zsidé Tímeával és Patkos Attilával, és ők ketten vezették a ma esti műsort. Hogyha röviden összefoglalnátok a koncepcióját ennek a tenyésznek, hogy mi is ez, ami ma este történt, és mi a koncepciója ennek, mi van mögötte? Igen, hát igazából kitaláltunk egy pár hónappal ezelőtt egy olyan tervet, egy olyan kulturális tervet, ami nem csak itt New Yorkban, hanem máshol is működhetne. New Yorkot szeretnénk a központnak létrehozni, de lényegében olyan régiókat keresünk, lényegében a világon bárhol, de nyilván most elsődlegesen Amerikában, ahol fontos a magyar kultúra. Tehát ahol azt tudják mondani, hogy számunkra, első-másodgenerációsoknak, vagy nekünk magyaroknak annyira fontos a magyar kultúra, hogy szeretnénk programokat szervezni köré, és megmutatni nem csak magunknak és a saját barátainknak, hanem lényegében amerikaiaknak is. És a Klárát régóta ismerjük, beszéltem a Klárával, hogy szeretnénk olyan helyen ezt megcsinálni, amihez méltó, és a Klára, aki nagyon lelkes volt és nagyon kedves, azt mondta, hogy jó, mi már csináltunk itt más programot is, hogy akkor legyen itt. Tehát lényegében ez egy utazós esemény, és én akkor lennék a legboldogabb, hogyha mindenhol lennének olyan szervezők, akik a helyi programokért felelősek, de lényegében mi vagyunk felelősek azért, hogy ezt egybe tartsuk. Tehát, hogy valahol az, hogy független maradjon, az, hogy színvonalas legyen, hogy nemzetközi legyen, és hogy be tudjuk mutatni az első-másod generációnak is, tehát, hogy több nyelvű legyen, ez lenne a lényege. Tehát mindig így lenne, ugye, hogy a magyar szövegeket akkor te vinnéd. Igen. Na most ezek, hát tudom, hogy szeret improvizálni, de azért az alap azért megvan írva. Alapok megvannak, persze. A fellépőkről tudnom kell a dolgokat, sőt, hát találkoznom is kell velük előtte, ez egy szakmai titok. És utána én ezt kiszínezem az én nyelv ízemnek megfelelően, meg azért tegyük hozzá, hogy az is nagyon jó dolog, hogy például Laura most itt van, mint egy kezdőművész, és hogy lehetőséget kapjon itt Amerikába, hiszen ugye minden művész embernek tételezi fel Európában vagy Magyarországon az álma, hogy itt Amerikában megmérettessen, tehát hogy tudja azt, hogy egyáltalán hol lehet, milyen szintet lehet elérni. És hogyha egy ember azt mondja a Laurának, hogy gyere az én klubomba vagy a lemezcégem, ez már megérte. És ez nem csak zenészekről szól, persze írókról, bármilyen művészeti ágról, és ezt mi támogatjuk. Gyertek nyugodtan, mi adom neked lehetőséget, vagy nektek lehetőséget, és csináljátok. Hungarian got talent. Ja. Na, ehhez még akkor ugye, kedves nézők, azt szeretnénk hozzáfűzni, hogy mi természetesen az amerikai magyar televízió és az NYC TV, amit ugye Apatini Gyuszival közösen csinálunk, az nagyon szívesen támogatja ezt a rendkívül fontos kulturális kezdeményezést, és sok köszönjük sikert tovább szépen, is. Köszönjük, hogy itt voltatok, és köszönjük szépen. Ahol egy magyar kulturális est keretében ismerkedünk meg Marik Laurával, aki egy nagyon tehetséges énekesnő. Az estnek a címe az, hogy magyarul szinte lefordíthatatlan Elastic Heart. De ez kapcsolódik Laurához, úgyhogy tőle megkérdezzük rögtön, hogy valójában miért ez a cím ennek az estnek, honnan jön ez a cím? Elasztikus szív, Elastic Heart. Ezt a dalt Szia írta, és én feldolgoztam. Ez volt az első videóm a YouTube-on, amit feltöltöttem, és igazából itt az emberek ezen a videón keresztül ismertek meg, és ezért kapta az esemény ezt a kiváló nevet. Miért esett erre a számra a választás? Mi ennek a háttere? Ennek a dalnak igazából az, hogy maga az előadó Szia, az egyik példaképpen, tehát a hangja az mindig is lenyűgözött, és ezért választottam ezt a dalt, hogy feldolgozom, megcsinálom, én is elénekelem, ezért. És milyen út vezetett téged ide Amerikába? Tavaly voltam kint először, egy ösztöndíjat nyertem egy nagyon-nagyon jó iskolába itt Manhattanbe, és itt jazz tanultam, és a tanárok motivációja, hogy így engem előre vittek, az akkor döntöttem el, hogy én ide vissza fogok még jönni, hogy koncertezhessek.
és most idén visszajöttem, és itt vagyok, és szeretném csinálni. Na, akkor menjünk egy picit vissza Magyarországra. Ott mit történtek, mi a háttered, milyen iskolákat végeztél, hogyan tanultál meg ilyen szépen énekelni? Köszönöm. Én voltak éppen viszonylag későn kezdtem, 14 évesen kezdtem el komolyabban foglalkozni zenével. Édesapám motivált, énekzenetanár, biológia tanár, és ő hallotta, hogy van közöme a zenéhez. És elkezdtem magánénektanárokhoz járni, majd gimnázium alatt döntöttem el, hogy én ezt komolyan szeretném csinálni, és elmentem a Kodolányi Főiskolára, ahol a jazz tanszéken tanultam meg énekelni, nagyon-nagyon jó tanároktól, majd mesterképzést csináltam énekzene tanár képzésből Szegeden, és ezt követően jött a New Yorki jazz iskola. Ja, melyik? Hol? A New Yorki Collective School of Music. Értem. Ez, igen, itt van Manhattanben. És oda most jársz, vagy már elvégeztem? Már voltam ott, tavaly voltam nyáron, egy nyári képzés volt. Igen. Mik a tervek? A tervek? Hát valószínűleg, hogy színpadon álljak később is, és hogy a saját dalaimat énekelhessem. Közönségnek, akik rám kíváncsiak az én dalaimra, és ha már az én dalaimról van szó, akkor a Beautiful Things című dal, amit írtam, hamarosan ki fog jönni, és megjelenik a YouTube-on, úgyhogy remélem minél több embert el fog érni a saját dalom. Szerepel az álmok között egy album? Igen, mindenképpen. Egy saját album, ahol én írom a dalokat, a szövegeket, és eljutatom az emberekhez a saját világomat. Azt akartam megkérdezni, hogy hol és mikor tanultál meg angolul ilyen szépen? Köszönöm! Hú, hát először az általános iskolában, gimnáziumban, nagyon jó tanáraim voltak, és magántanárokhoz is jártam, hogy nyelvvizsgát is készítsek ebből a nyelvből, és rengeteg film, amit nézek angolul. Ez Budapesten volt? Szolnokon. Tehát én szolnoki lány vagyok, és ott tanultam. Majd most Pesten élek, és ott nézem a filmeket. Igen. Hát mi rendkívül boldogok vagyunk, hogy mi televíziónkon tudunk erről beszámolni, és hát tudomásom szerint az NYC TV, ugye, amelyet Jules Lepetini és én csinálunk közösen, az erősen kapcsolódik Marik Laurához. Mi a kapcsolatunk? Mondd el a nézőknek. Tavaly ismerkedtem meg Jules Lepetinivel, és azóta is tartottuk a kapcsolatot, és lényegében ő bíztatott arra, hogy jöjjek ki ide-vissza New Yorkba, és tényleg ne hagyjam abban, amit csinálok. Úgyhogy miatta jöttem ki, ő az, aki így felfigyelt rám itt ki New Yorkban. És gondolom, hogy hát ugye tudunk segíteni a továbbépésben. Remélem, igen. Hát sok sikert kívánunk, és még többször visszatérünk a pályádra, hogy figyelemmel kísérjük. Nagyon szépen köszönöm. Kedves nézők, Nonoka Sipos Judit fényképei előtt állunk, mely része annak a fotókiállításnak, annak a Magyar Kultúrás Estnek, mely a híres fotoművésznő Ey Klára csodálatos stúdiójában van, és ő persze nekünk is munkatársunk, nagyon gyakran részt vesz a produkciónkban, és fotókat készít. Gratulálunk, hogy a képek itt vannak ezen a kiállításon, azért nem kis miska. Hát nagyon szépen köszönöm. Igen, nagyon boldog vagyok azért, hogy itt kiállíthattam a képeimet, és pontosan azért hoztam ezt a két portré fotót, ezen kívül még vannak más fotóim is itt, csak teljesen más jellegűek, mert mind a két kép a Klárának itt ebben a gyönyörű stúdiójában készült, és nagyon megikletett ez a tér, úgyhogy arra gondoltam, hogy ezt a két képet nem hagynám ki, és szeretném bemutatni a közönségnek. Hát ez egy óriási váltás van a pályádon, mert bizony meglehetősen ismert és befutott festőművésznő voltál Magyarországon, most meg fotós. Igen, ez így igaz. 13 évig dolgoztam festőművészként Magyarországon.
Igazából az életemet végigkísérte a művészet, mivel édesapám egyébként fotoművész, eredeti szakmája fotoművész, de mikor 40 éves kort elérte, ő váltott és festőművészé vált. És annyira érdekes a mi életünk, mert amikor én 40 éves lettem, addig én festőművészként dolgoztam, és amikor én ide Amerikába kijöttem, akkor viszont fotóművészként kezdtem el dolgozni, tehát Amerikának köszönhetem ezt is, hogy fotóművészé váltam. Úgyhogy ez nagyon érdekes így a családon belül is, hogy váltottunk mind a ketten ugyanakkor abban az életkorban. És milyen típusú fotókat szeretsz csinálni? Én kimondottan a portréfotózást szeretem. Nagyon izgat az emberi, maga az ember, hogy ki és mik játszódnak le egy ember életében is, például, vagy mi van a kis lelkében. Tulajdonképpen mindig azt érzem, hogy nem én fotózok, hanem valami a tudatalattimból irányít, mert teljesen más látok azon a kis kockán a kamerámon, mint ami utána kijön a filmen, vagy hát ugye a számítógépen, amit látok. Tehát tulajdonképpen a portréfotózás, valamint az életképek, amik nagyon-nagyon izgatnak. De velünk elég gyakran standfotókat csinálsz. Igen, az is. Tehát tulajdonképpen az színházi háttér, igen. Vagy film háttér fotózás is érdekel? Igen, a stillfotós dolog is nagyon érdekel. Igen, de tulajdonképpen az is egy ilyen életkép. Ugye történnek a dolgok a színházban, egy film kapcsán, és én azt nagyon-nagyon szeretem megörökíteni, azokat a pillanatokat. Tehát főleg az, hogy nem egy beállított fotóról van szó, mert pont a stillfotó adja az igazi pillanatot, a pillanatképeket. Igen. Hát sok sikert kívánunk, és ezt a kiállítást remélhetőleg még sok más fogja követni. Hát én is nagyon bízom és benne. És mi is tovább követjük a pályádat, valamint ezúttal köszönjük meg neki azt, hogy nagyon sokat segít a televíziónak, tulajdonképpen munkatársunk. Ő csinálja a standfotókat, és hát ez csak persze egy része, mint ahogy látják őneki a pályája, mint fotóművész ível most már fölfelé, és nyomon fogjuk követni. Még egyszer gratulálom. Nagyon szépen köszönöm, és én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, amit én tőletek kapok, és kaptam. Kedves nézők, a híres fotóművésznő Ey Klára csodálatos stúdiójában vagyunk, mely a helyszíne ennek a rendkívül fontos és színvonalas magyar kulturális estnek, és a helyi magyarság nevében, a magyar televízió nézői nevében szeretettel köszöntjük Ey Klárát itt, és nagyon szépen köszönjük mindent. Én is nagyon örülök, hogy itt voltatok, és egy nagyon sikeres este volt szerintem. Úgyhogy még egyszer, még többször szívesen vagytok látva akármikor. De most egy kicsit szeretnék rólad beszélni, mert hiszen te egy legenda vagy, tehát mint fotoművésznő nagyon hosszú pályára tekintesz. Hát sajnos túl hosszú, mert azok az évekkel van összefüggő, úgyhogy mindenki lehet hosszú pályába, hogyha sokáig él, akkor. De szabad rákérdeznem a kezdetekre. Mi vonzott téged a fotográfiához először? Édesanyám találta ezt az állást, ezt a foglalkozást nekem. Hogyha? Pontosan tudta, hogy ez nekem van. Tudta, hogy bizonyos művészi érzékem van, de nem annyi, hogy grafikus legyek, vagy festő legyek. És egyszer megkérdezte tőlem még Asztriában, hogy akarsz-e fényképész lenni? És mondtam, hogy igen. Egy fényképezőgép nem volt a kezemben, és sikerült bejutnom egy nagyon jó fotóiskolába, ami egy grafikus iskola volt tulajdonképpen. 3 évig tartott. És utána 2 évig gyakornoknak kellett lenni, és utána mestervizsgával befejeztem. Szóval egy 5 éves tanulás volt, még a régi formában, még a zselatint tettük rá az üvegre, még azt is tanultuk. Úgyhogy... De ez az Óházában volt? Ez Ausztriában volt. Ausztriában. Igen, mint gyerek kerültem ki ausztriai szüleimmel. Igen. És ott kerültem be az iskolába, amiben tulajdonképpen csak 22 embert vettek föl,
olyasmi, mint a Rochester iskola itt. Itt szóval egy komoly fotóiskola volt, és van még mindig. Utána mi történt? És utána egy divat fényképész nőnek dolgoztam, és azt mondta, hogy ha valaha híres akarok lenni, akárhol Európába, akkor el kell mennem Amerikába, mert ő itt volt egy évet. És megadta a címét annak a fényképésznek, akinél voltam. Akinél ő volt. Akinél és, ő volt. És fölhívtam, még Bécsből, és azt mondta, hát most nem kell senki, de ha jövök, és esetleg szükség van valakire, akkor fölvesz. És elindultam, annak ellenére a szüleim teljesen ellene voltak, pár fényképpel a kezembe, a hónam alatt, egy repülőjeggyel, aminek nem volt meg a visszaútja, és egy kamerával, és elindultam Amerikába. Emlékszel, hogy milyen kamera volt az a bőrében? Igen, egy Yashica volt. Yashica, hogy ma milyen, már nem is tudom, aztán még meg is volt, talán nem is tudom. Szóval fölvette, mikor itt voltam, a fényképész dolgoztatott, megnézte, hogy tudok nagyítani, és miután nagyon jól tudtam nagyítani, mondom magamról, de hát fölvett azonnal. És nála voltam egy évet, egy nagyon híres fényképész volt, Hans Namutnak hívták, csomó festőt, meg híres embert fényképezett, úgyhogy nála voltam egy évet. És aztán szép lassan kezdtem magamnak dolgozni, mint freelance asszisztens, és az volt a legjobb gyakorlat, amit lehet mindenkinek ajánlok. Az ember más fényképészeknek dolgozik, akkor többet lát, többet tanul. És így kezdtem szép lassan munkát kapni, és szóval beindult a kicsit lassacskán, nehezen, de felvételeket, vagyis fényképezőgépeket kellett szintén vennem. Fölszerelésem nem volt, kontaktokat kellett szereznem. Szóval egy nehéz kezdet volt, tehát mindenkinek. És aztán szép lassan, nehezen elindult minden egy kicsit döcögve. Előbb-utóbb ezt a házat megvettem, mint egy romház. Évekig nem ez volt. Egy romház? Teljes romház volt, igen. Igen. És egy csodálatos stúdió. És nem volt, be volt szakadva a tető. Hó volt még itt a földön, még meg tudom mutatni a képeket, hogy néztek ki. És évekig tartott, még egyáltalán itt funkcionálni tudtam. És akkor ez volt a stúdió, ez volt a műterem. És egész körülbelül 8 éve ezelőtt nagyjából abba hagytam, mert a digitális fényképezés nehezebben ment, mint komerciális munka. Úgyhogy sokat kellett volna belekölteni, nem volt meg annyira praxisom benne, annak ellenére most csinálom, de nem szívvel. Mm-hmm. Úgyhogy de ha így visszapillantunk, ugye a magyar fotoművészek a világban azért bizony egy nagyon jelentős csapatot képeznek, nem igaz? Igen, így van, pontosan. Kikre gondolsz ebből a híres nagy csapatból legszívesebben? Hát nem is tudom annyira, hanem hát mindenki kertész meg, ha ezek mindenki. Kertész. Igen kertész. De hát, aki ugye itt dolgozott, volt, itt dolgozott, igen. De hát nekem szerencsém volt, mert nagy fényképészeknél voltam asszisztens, mint asszisztens, és Avedonnál, meg Irving Pennnél, meg Hironál, és ez nagyon sok mindent tanultam, úgyhogy... Tehát te dolgoztál gyakorlatilag a nagy amerikai fotoművészekkel is. Igen, azokkal. Úgyhogy... Nagyszerű. Na most, hogyha ha visszagondolsz így a pályádon, hogyha ki kéne emelni egy-két képet a te képeid közül, mik azok, amik föltolulnának benned, mint egy emlék? Hát főleg azok, van egy kép, akkor minden komplikált volt, amit csináltunk, mert nem volt még Photoshop. Úgyhogy akármit fényképeztem a 912-es filmekkel, meg a nagy, egész nagy géppel, annak perfektnek kellett lenni. És mikor megcsináltam a tarókártyát a filmen, vagy fényképeztem az összes nagy arkánákat, annak mindennek ott kellett lenni, azt be kellett tenni, ezt nem lehetett később, még egy galambot is berepítettünk a képbe, meg
És ezek komplikált dolgok voltak, hogy ez is egy munka volt. Nem vitás. Hát egyáltalán a szakma érdekes volt, és ne, hát mondom, nem volt Photoshop, úgyhogy mindennek úgy kellett lenni, ahogy rengeteg probléma volt, mert itt nem volt évekig fütés, nem volt airkondíció, ahogy mondják, és nagyon sok kozmetikát fényképeztem, és a rúzsok mind elkezdtek ilyen, elkezdtek vizesek lenni, és izzadtak. És ez nagyon kellemetlen volt, mert itt álltak a kliensek, és nem tudtam, szégyeltem magam, hogy visszavittük gyorsan a jégre, betettük, melyik kihoztuk. Szóval csupa ilyen probléma volt. De ha visszanézek rá, ez mind érdekes volt, és az egész élet egyáltalán érdekes, hogyha az ember ezt úgy élvezze. Hát és most már évek óta arról vagy ismeretes, hogy a művészetek pártfogója vagy, és ez egy művészeti hát szalonná változott. Mindig is boldogan, igen, és nagyon sok fantasztikus zene van itt. Úgyhogy a barátok itt összejönnek, és itt gyakorolnak esténként flamenco vagy tangó, és éneklés van, meg klasszikus zene van. Úgyhogy él ez a kis ház. Ja. Úgyhogy remélem, hogy több lesz belőle még, és újabb projektek vannak, hát majd azt legközelebb elmondom hosszabban. Hát további nagyon sok sikert kívánunk itt ebben. Kedves nézők, valójában tartozunk köszönettel azért, hogy Ej Klára egy művészeti szalont hozott létre New Yorkban, méghozzá magas színvonalon, és szeretnénk visszalátogatni. Én is köszönöm szépen, és legközelebbig. Igen. Örülni fogok. Az Ej Klára szalonjában lezajlott nagyszerű magyar kulturális est után Szűcs Andrea művésznővel beszélgetünk. Hogyan sikerült fenntartani ezt a csodálatos magyar nyelvű előadást? Hogyan? Ennyi idő után? Hát mióta vagy Amerikában? Hát 25 éve. 25 éve. 25 év után így tudsz előadni magyarul? Hát persze, hát azért az embernek vannak magyar barátai, meg családja, meg hazamegyünk Budapestre, és azért 28 évesen jöttem el. Tehát nem voltam mai csirke, nem voltam egy kisgyerek, akinek az akcentusa amerikaira válik, mert itt jártam iskolába. Tehát szerintem ez még csak nehéz sem volt. Hát hagyjuk az éveket, ami egyébként a művésznő nem nagyon látszik. Hagyjuk az éveket. Hanem tegyük hozzá persze, hogy egy időben Zsarnai Edinával együtt bemondója volt a mi televíziónknak. Tényleg? Tényleg, atya úristen? Igen, 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 igen. Most milyen fura, hogy most én vagyok az interjú volt. Igen. Nagyon érdekes. De természetesen televízión lenni az ébren tartotta a magyarságot egy darabig, ugye? Igen. Hát én esetemben is így van. Hogy keveredtél Amerikában? Jaj, hát ez egy érdekes kis sztori volt. Én nem akartam ide jönni. Az volt, hogy Bécsben éltem, és a Bernstein Mise című musicalben voltam musical színész, és volt egy amerikai barátnőm, akit Eminek hívtak. És akkoriban Bécsben én egy Michi nevű sráccal jártam, aki egy privát jachton volt szakács. És mindegy, most long story short, a főnöke Bécsben volt, aláírtuk a szerződéseket, nagyon jóba lettünk, és engem meghívott a jachtra karácsonyozni, szilveszterezni. És akkor az emmi barátnőm mondja, hogy akkor gyere úgy, hogy New Yorkba jössz, itt leszel 3 hetet, jártam énekórára, táncórára, Broadway sok minden, és akkor innen menjél a Karib-szigetekre, és akkor kicsit megkóstolod New Yorkot. Így is volt, szuperül éreztem magam, és december volt, természetesen egy karácsony, és iszonyú szél volt, és az emmi ott lakott a 72. utcánál. És a szószoros értelmében befújt a szél egy épületbe. Ott, ahol a 72. utcánál tudod, a metróhoz le akartam menni. És nézelődöm, nagyon szép épület volt, az Ansonia épülete. És akkor bementem, és láttam, hogy American Musical and Dramatic Academy. Hát mondom, fú, ez milyen jó, hát én is musical színész vagyok. Bementem, és elkezdtem csacsogni a recepciósal, aki mondta, hogy egy évben 3 napig vannak felvételi vizsgák. Pont akkor. Igen!
Szóval ez egy szerdai nap volt, úgyhogy föl is iratkoztam péntekre. Úgyhogy gyorsan bementem a könyvtárba, kivettem a Chicago című musicalből, a Cell Block Tangóból a magyar lány monológiát, Csárdás királynőt énekeltem magyarul, szóval tényleg hihetetlen, szemtelen bátorsággal mentem bele, mint egy jó buliba, tehát én nem számítottam, hogy ők engem felvesznek. És akkor utána vége lett a vakációnak, iszonyú jól sikerült, visszamentem Budapestre, és a Jézus Krisztus Superstart kezdtem el próbálni Klagenfurtban februártól. Amikor most csöngött a telefon az ülői út a lakásba, mami húzza be a hosszú vonalas telefont, hogy Ata, biztos az Emi, mert angolul beszél. És akkor fölveszem, hogy hello. Sose felejtem el, hi, my name is Ledwie Robinson from the American Musical and Dramatic Academy. When would you like to start school? És akkor mondta, hihetetlen történet. Ez tényleg hihetetlen volt. És akkor mindegy, mondtam, hogy nincs rá pénzem, mondták, hogy tudjuk. Mert az igazgató jóba volt a rendezőmmel, és lényeg a lényeg, hogy kaptam egy teljes tandíjmentességet. Tehát ösztöndíjat nem, tehát ők nem adtak nekem pénzt, de egy tandíjmentességet kaptam. És akkor így végeztem el a profi programot, ami azt jelentette, hogy, a nyár nem volt szünet, hanem másfél év alatt végeztem el a 2 éves programot. És azután? És azután meg hát gondoltam, hogy fú, hazamegyek, én olyan Jani leszek Európába, hogy Amerikában végeztem. Csak megint csak így a tudatlanok bátorságával beszélültem egy ilyen válogatásra, és az a Nine című musical volt a Paper Mill Playhouse-ban, ami egy csomó európai nő, akkor ugye hát lényegesen fiatalabb voltam, divatszakmában is dolgoztam, és hát megkaptam a szerepet, pici szerepet, de ez volt az első szerepem. És akkor ezek után kaptam egy másikat, akkor azután kaptam egy Broadway lehetőséget, úgyhogy nem lett semmi ebből a hazamenésből. És utána meg annyira megszerettem már az itteni életet, meg a barátaim lettek, meg úgy kialakult az itthon, mint itthon, az otthon, mint otthon, hogy itt ragadtam. De azért vissza-vissza látogattál? Persze. Az elején többet. És aztán édesapám halála után kevesebbet, most már inkább az anyukám jön, öcsém is kijött, de azért olyan évente haza szoktam menni. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag ez inkább az otthonod, de azért két laki is vagy. Igen, tehát én úgy érzem, hogy inkább ugye itt vannak a mindennapjaim, de abszolút két laki vagyok, és természetesen nagyon szeretek hazamenni. Most annyira örülök, hogy a Timeáékkal, tehát ezzel az új magyar csapattal, a Pilvax-szal összejöttünk, vagy megismerkedtünk, mert azért ez nekem nagyon jól esik, hogy magyarokkal együttműködni, magyar színház, magyar tévé. Azért ez olyan, ez kell az embernek.